Fog még, az is biztos, de minket ez nem tántorít el attól, hogy a mai vadászatunkra utitásként válasszuk a Suzuki egyik top modelljét, az SX4 S-Cross-t, amit összkerékhajtással fogunk kipróbálni itt a terepen vadászatra menet. Gyertek és tartsatok velünk! A zselici dombság lankáit járjuk éppen a Suzuki-val. Erről az autóról néhány szóban, ha elmondhatnám a véleményét, akkor azt mondanám nektek, hogy ez egy funkcionális jármű, és alapvetően azt csinálja, amire kitalálták, tökéletesen el tudunk vele vezetni A-ból B-be, mindezt egy olyan köntösben, amire azt gondolom, hogy egy formatervező azt mondaná, hogy szuper, de egy picit még lehet, hogy foglalkozhattak volna vele, de megállja a helyét teljes mértékben. Ez az autó azt gondolom, hogy a középkategóriát képviseli. Kínálatban, mint pedig anyagminőségben, tényleg egy erős közepesre tudjuk értékelni a színvonalát, viszont ha hasonlítanunk kell valamihez, akkor tegyük meg egyből a Vitarával. Ugye érdekes kérdés, hogy két hasonló fizimiskájú autó, nagyjából azonos méretekkel, vajon mi a különbség közöttük? Csak úgy általánosságban. Tehát ez egy picit hosszabb, mind a tengelytáv, mind a teljes hossz. Egy icipicit nagyobb a csomagtér, a belső kialakítása merőben eltér a Vitarájétól. A kormánya talán, ami hasonlít rá, de a kezelőkonzol is egy picit más, az anyag is egy kicsit más, szóval nem ugyanaz az autó, akármennyire is gondolnánk így külső ránézésre. Amiben lehet ugyanaz, hogy a célja egy általános városi terepjáróként a kényelmes utazás mellett az, hogy egy kicsit nehezebb terepen megállja azért a helyét, pláne ez a modell, ami összkerékhajtással is rendelkezik. És most meg fogjuk azt nézni, hogy annak a vadásznak, akinek egy családi autója van, jelesül egy ilyen, ki tudja elégíteni mérsékelten legalábbis azt az igényét, hogy a vadászterületet is meg tudja vele közelíteni, illetőleg könnyebb terepviszonyok között el is tudjon vele boldogulni. Ennek a tesztnek vetjük most alá ezt a gépjárművet. Szóval van ezen az autón egy okos gomb, amivel tudjuk állítani a kerekek között a meghajtás mértékét, és a snow módot is használhatnánk, a hó módot tulajdonképpen, de az nekem itt szerintem most kevés lesz. Egy erősen felázott talajon, egy magas lejtőn próbálunk mindjárt felkapaszkodni, úgyhogy a lock gombbal azt a megoldást választjuk, hogy nagyobb meghajtást kérünk a hátsó kerekekre, és már meglátjuk, hogy a számítógép hogyan osztja ezt el nekünk. Megyünk fel szépen. Parádés. Kétkerekes autóval biztos nem vágtam volna neki, de mondjuk arra se vettem volna mérget, hogy ezzel ilyen gyönyörűen feljövünk. Gyakorlatilag meg se kottyan neki. Na, hát akkor az első próba az igen jó lett. Magyarán ez tényleg vadászautónak való terep már. Hétköznapi járművekkel eszemágában nem lett volna ide feljönni. De ez most megoldotta. Nagyon szépen. Úgyhogy tudunk menni vadászni tovább, amerre szerettük volna.
elmúlt napokban volt lehetőségünk különböző forgalmi szituációkban kipróbálni ezt az SX4S Cross-t, és most összegzésként az eddigi tapasztalatokról szeretnék beszélni nektek. Kezdhetjük a teljesítménnyel például. Egy 1400 köbcentis motor 140 lőerővel, egy Booster Jet névre keresztelt motorral, 6 sebességes váltóval. Az itt szerzett benyomásaink azt gondolom, hogy abszolút pozitívak. A váltó kiosztása az komfortos. Egyetlen egy sebességi fokozatban sem éreztük azt, hogy feleslegesen túlpörög a motor. Illetőleg nagyon jól húz. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez a 140 lőerő ezt a vasat, ami éppen csak 1 tonna fölötti, tökéletesen röpíti. Sokkal jobban, mint az ember gondolná. Fogyasztás. 6,6 litert mutat az autó számítógépe. Persze hozzá kell tennem, hogy mi azért elég rendesen megkintattuk terepen is a gépet, úgyhogy ez egy abszolút vegyes fogyasztásnak minősül. Városban is mentünk, autópályán is mentünk, jó gyorsan is haladtunk vele. Terepen, húmódban, illetve kapcsolt összkerékkel, mindenféle szituációt kipróbálva, ez a fogyasztás szerintem teljesen barátinak mondható. Egy kicsit a külsőről. Városi terepjáró ebbe a kategóriába tartozik. A Vitara lenne az, akivel azonos kategóriában említhetnénk, de mégis azért jelentős különbség van. Amíg a Vitara egy fiatalosabb, vagányabb megjelenés, addig ez egy kicsit konzervatívabb. Az orra egy elég markáns jelenség, viszont az orr mögött azért találunk egy egészen letisztult, modern formavilágot. Mivel egy alsó-közép kategóriásról beszélünk, ezért a belső tulajdonságai ehhez a szegmenshez alkalmazkodnak. Nem a prémium anyagok használata jellemző, ellenben funkcionálisak, kicsit kopogósak, de egyáltalán nem tekinthetőek rossznak vagy gyenge minőségűnek. Mindenki kényelmesen elfér, van bőséggel tér, hátsó üléseken egyaránt, és azt gondolom, hogy 5 személyes autó, de 4-en biztosan hosszú távon nagyon kényelmesen fognak utazni benne. Ennyi ember számára csomagok is el fognak valószínűleg férni, hiszen a Vitarához viszonyítva egy icipicit nagyobb a csomagtere, picit nagyobb a tengelytáv, emiatt is akad ez a, vagy érződik ez a komfortosság, amit mutat az autó. 10 cm-rel hosszabb a Vitaránál, emiatt érezzük a hosszabb lábteret és a nagyobb csomagteret. Hatalmas sebességet azért nem próbáltunk, de megpróbáltuk megerőltetni, és egy bizonyos sebességi határ után néhány zaj azért képződik az autón, de ezek azt gondolom, hogy elviselhetőek, hiszen ilyenkor már a motorzaj is eléggé erős, hozza azt a szintet, amelyik szegmensbe szánták is ezt az autót. Összegzésként megállapíthatjuk, hogy az alapfunkcióján túl miszerint ez egy városi terepjáró, amely több személyt, egy családot kényelmesen, hosszú távon, megbízható módon fog mozgatni. Ezen túl számunkra most fontos volt a kérdés, hogy vadászterületen megállja a helyét, és a válasz egyértelműen igen. Hiszen a mostani körülmények, amik adottak, egy rendkívül felázott talajon közlekedtünk vele, dombos vidéken. Olykor-olykor azt gondolta az ember, hogy itt még egy terepjárónak is fel kellene kötnie a gatyáját, és az autó ezzel az intelligens összkerék hajtással egészen jól megoldotta a feladatot. Semmiképp sem egy kemény terepre szánt autó, viszont a tapasztalatok azt mutatják, hogy adott körülmények között egészen szépen megállta a helyét, úgyhogy vadásztársainknak is melegen ajánljuk, abban az esetben, ha egy mindenes autót választanának, ez bizonyos tekintetben a vadászterületen is használható lesz.